Na halló mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint a falusiaknak, legalábbis egy falunak fogjuk a ilyen kocsiba rejtett világ féleségét megnézni, úgymond a Minecraftban. Nem nagyon volt mostanában ilyesmiféle videó, hogy ilyen egyszerű dolgokat fogunk úgymond így megnézni. Szóval, amivel hát úgymond ez egy másik csatorna, úgy gondoltam, hogy most itt lesz idő, hogy kicsikét visszatérjünk az ilyen old school, vagy ilyen régies dolgokhoz. Szóval, hogyha esetleg tetszeni fog, vagy tetszik úgymond így a videó, akkor már most akár dobhatok egy lájkot, és ha még szeretnétek ilyesmi témájú videókat, akkor is nyugodtan dobjatok egy lájkot, mennyire kellett beásni már amúgy a kőhöz, nem azért. Na szóval, tudjátok, hogy általában ilyenkor ugye szoktunk egy kis cuccot gyűjteni az elén, szóval ezt már most megtesszük, és még most így a videó elén, ezt tökre szeretem az ilyenféle videókat, mert itt tudok legalább nektek infókat mondani. Ugye el akarom nektek mondani, hogy ugye hamarosan meg lesz az 50 ezer sub a nagy csatornámon, és ugye mondtam nektek, hogy 50 ezer sub lesz egy különleges videó. Ezt nem akarom még mindig leleplezni, de biztos, hogy nagyon, nem tudom, jó videó lesz és tetszeni fog nektek. Szóval mindenféleképpen bíztatnak titeket, hogy szedjétek össze az 50 ezer subot a nagy csatímra, ugyanis nagyon-nagyon különleges és nagyon-nagyon király videó fog rátok várni, és csekkoljatok le a harmadik csatornámat, ami a leírásomban az első soron, vagy sorban lesz úgymond. Na! Ahol ugyanúgy Minecraft videók vannak. Na! Menjünk is szépen tovább a piros gyapjú felé, és itt egy chest, amiben... de jó, van kajánk. Na! Királyság, akkor kajákkal már nem is nagyon lesz gond. Kövessünk szépen a piros gyapjút, és nézzük meg, hogy merre kell menni. Ó, itt egy malac. Szia, malac. Kapsz egy virágot, malac. Tessék, menjél. Na! Menjünk szépen tovább, és nézzük meg, hogy merre kell. Oké. Megvan a kocsi, ahova nekünk majd menni kéne elvileg. Szóval óvatosan közelítsük meg. Nem tudom, hogy mennyire lesz itt ilyen veszélyek, vagy mennyire lesznek itt veszélyek. Szóval, mindegy, én teszek itt egy kört. Jó, ahogy látom, itt nagyon nincsen semmi, menjünk be. És aha, és itt kell lemenni, oké, na, srácok, készen álltok? Én igen, szóval menjünk, na, jó, azt mondom, hogy kicsit többet fogunk esni, na mindegy, és aha, és itt vannak a, itt lesz egy láda, így is van, hogy tudtam, hogy itt van a láda, a piros zsapjú mellett, és kaptunk egy vasszettet, meg 10 aranyalmát, na, bedesz, királyság, kaptunk egy szép kis vasszettet magunkra, meg aranya, almákat, úristen, jó van, már is kezdenek támadni minket az ilyen szörnyek, és amúgy eléggé nehéz dolgunk van, mert ugye egy kőkarddal kell így most így küzdenünk, eléggé rég volt ilyen amúgy, hogy ilyen kicsikét kezdetleges cuccokkal, vagy kezdetlegesebb cuccokkal kellett harcolni, és ahogy látom, nem lesz jó. Jó, ott van pár, mindegy, nem támadok neki a pokodat, mert ugye ők csak este fognak minket támadni. Szóval, hogy is mondjam, ez tök jó ilyen cucc, mert úgy régen ti is sem, Istenemtől, szóval, jó, oké, gyere, jó, oké, de jó, hogy ennyi izének kell itt lennie, mindjárt meghalok konkrétan amúgy a witchektől, nem azért, jó. Gyerünk, nagyon jó, jó, öljük szépen őket, csak ezek nagyon-nagyon erősek. Szóval, srácok, ugye tudjátok, hogy régebbi időszakokban voltak ugye ilyen küldetésfélék, ugye még a legelején, amikor voltak ugye a soha ne válaszdos videóim, akkor volt mindig ez, hogy ilyen kis zsámpokkal kellett úgymond végigmenni. Szóval, hát érdekes, nagyon furcsa lesz ezt így kivinni. Jó, csináljuk szépen. Jó, pontosan, inkább menjünk lassabban, mint gyorsabban, és inkább nehogy leessünk. Jó, alattunk ott vannak a pó... Úristen, milyen fire tűzbombát dobtak felénk. Jó, merre kéne itt menni? Erre kéne gondolom tovább menni. Jó, mellettünk ment el a tűzbomba, léci, jó, megvan, srácok, nagyon, beleélem, magamat, jó, megvan, gyerünk, jó, ne, villámozzak meg minden, jó,
Itt van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon profik vagyunk, halljátok, pedig nagyon rég nem jumpoltunk, ott már látok is valamit, vagy valakiket, mint hogyha ott mászkálnának. Jó, gyerünk, menjünk tovább, és próbálj meg ne leesni. Jó! Ez nem ér, nem érdekel, jó, nem, srácok, nem. Én ezt nem fogom így kibírni, most valameddig visszaéptem magamat, nem teljesen, de ez csalás, ez így ilyen, nincs, hogy nincsen középen valami visszamehető rész, jó? Én idáig visszacsalom magamat, nem fogom a legeslegelétől kezdeni mindig, bocsi. Jó, aj, nem hiszem el, sajnálom srácok, hogy leestem, de nagyon nehéz volt, Istenem, na mindegy, bocsi, jó. Jó, előről meg próbáljuk meg csinálni, de halljátok, minden jumpnál olyan szinten nehéz dolgom van. Kiégek, jó. Jó van, na, amivel nem tudom, így úgy érzem, hogy jó, oké. Köszönöm szépen, kedves láztatlan idegen, nem tudom ki tépézett vissza minket, de ahogy látom, ez valami őrző féle akar lenni. Jó, oké. Menjünk tovább, nagyszerű. Jó, oké, itt vagyunk, és srácok, ott van gonosz falusi, értem. Szóval a falusiaknak a titkos világát gonosz falusi védi. Miért akarsz engem lelökni? Mi az, hogy hé? Figyelj már, amúgy itt semmi. Oha, mennyi cucca van. Figyelj már, hallod? Hátsó kiárat. Hallod, nekem nincsen egy ópiamám sem, meg semmi. Oké, ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Figyelj, neked itt semmi keresni valód nincsen. Figyelj, én csak meg akartam nézni, hogy milyen ez a ilyen titkos rejtek helyetek, vagy ilyen helyetek, vagy nem tudom. De már láttam igazából, szóval takarodj innen. De figyelj, nem beszélhetnénk ezt meg, hogy nem tudom valami. Nem, értem. Figyelj. Nem tudom, mit csináljak, srácok. Én csak egy kicsikét körbe akarok nézni. Mutasd be, ha nem mész el, akkor el kell kergesselek. De gonosz falusi barátom, figyelj már. És hát tudom, hogy nem vagyunk barátok. Tudom, hogy már nem tudom, találkoztunk párszor, meg ilyenek. Léci, ne ütögess, jó? Én csak ide jöttem, hogy körbenézzek, Léci. Nem kell a balhé, jó? Értem. Legalább megbírlak ütni? Persze, hogy nem bírlak megütni. Értem. És ennek most így mi értelme van? Most mit csináljak, srácok? Most mit kéne csinálnom? Aha. Értem, tehát most elkezdesz engem. Aha. Értem. Figyelj, mondom, hogy nincsen semmilyen ópialmám. Ó, ott van ópialma. Király, meg van gyémánt is. Figyelj, mondom, hogy nincsen sok cuccom, meg nincsen semmi érdekes izé. Nem bírunk gyorsan egy gyémánt kardot. Jaj, jó. Oké, legalább legyen egy gyémánt kardunk. Figyelj, gonosz falusi! Én nem akarok itt semmit izélni, meg tényleg nekem egy vasszettem van. Én nem akarok rosszat, én tudod mit? Nem, én elmegyek. Elmegyek, hogyha béké hagysz, jó? Jó? Nem? Jó? Igen? Oké, rendben, köszi a gyémántokat, szia. Feladod? Ja, köszi a gyémántokat, szia. Köszi. Jó, menjünk, ne! Sok idő, ne. Ez milyen hátsó kiárat, hogy nem lehet kimenni? Értem, tehát létrás, jó, oké, rendben, hát mindegy, srácokat, én elmegyek innen, úgyhogy ő nem akarja, hogy itt legyek, úgy tűnik, hogy köves, jó, rendben, követlek. Nem tudom, visszaadjuk a cuccaikat, igazából nem akarok lopni, meg semmi, de ez mégiscsak gonosz falusiak, mert nem egyszer megszivatott minket, meg minden. Szia, nos, figyelj, na szóval, igen, gondolom, hogy most vissza akarja kérni a cuccokat. Többet ide nem teheted be a lábad, értem? De most már tudom, hogy a, tudom már a hátsó bejáratotokat, szóval így könnyebb lesz majd megtalálni. És ha itt itt látlak még egyszer, na, mi lesz akkor? Elkapsz? Akkor megöllek. Jaj, de kemény vagy. Nagyon menő vagy, amíg diaszet van rajtam, meg vasszet. De hogyha fordítva lenne így, akkor már nem lenne ilyen kemény a szád. De mindegy, amúgy nem akarom tényleg itt benteni. Na és a cuccainkat add vissza most. Haha, nem, gyere vedd el, na mi az? Ajaj, jó, oké, értem, szóval tűzgolyózni is akarsz? Meg minden? És közben meg még egy normális diaszettem sincsen? Várjál, mit tudom én, ledobáljam neked? Vagy mit csináljak, srácok? Ledobok egy gyémánt blokkot, elég? Nem? Ledobok kettő gyémánt blokkot, elég? Ledobok három gyémánt blokkot, elég? Most belém ütsz még egyet, mindet most. Eskü, ez mind. Esküszöm. Igen? Oké, elhiszed?
Rendben. Akkor hát szia. Ja, jó, nem leszek ilyen csaló, hogy átverlek. Tessék, ledobom a többit is. Tessék, ledobom a többit is, nem leszek csaló. Jó, az OP-almákat viszont meg ne ütöges, hallod? Meg jönnek ilyen... Na istenem, na mindegy, legalább szereszünk egy ilyen kardot meg OP-almát. Na jó, hát srácok! Végül is kivittük ezt a cuccot, meg megnéztük, hogy milyen a falusiknak a ilyen rejtekei félesége. Hát annyit sajnálok, hogy többet nem sikerült belőle nagyon így megmutatnom, mert kizavartak minket. De hát nem mindig nyerhetünk úgymond a videókban. Néha így lehet ilyen döntetlen féleség is. Szóval srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Dobjatok ugye, mindegy, azt elmondtam, hogy dobjatok egy lájkot. Mindegy, nyomjatok meg ugye a csengőt, hogyha akartok mindig értést is kapni. Valaki kérdezte, hogy fizetőse a csengő, ingyenes srácok, ezért nem kell fizetni, hogy a csengőt megnyomt, hogy mindig értést kap. Szóval ja, találkozunk legközelebb, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!